Sziasztok! Amikor vágtam a Mese az alvókról című videót, volt benne egy igen vicces rész. Van a videóban egy olyan jelenet, amikor az öreg arról mesél, hogy vannak ugye kalandvágya emberek, akik sokat forgolódnak az álmukban. Én ezt próbáltam egy ilyen forgolódó emberként szimbolizálni, hát ez látszik is a végeredményen, viszont nem így sikerült elsőre. Szépen felvettem a kulcsképkockákat, meganimáltam, és aztán megnéztem, és valami teljesen más jött ki, mint amire számítottam. És annyira vicces volt, hogy külön azt a részt lerendereltem, hogy majd valamikor később bemutassam, hát mondjuk most. Aki sokat forgolódik, izeg mozog, az nyughatatlan természet. Felfedezni akarja a világot, álmában is kalandozik. Sziasztok! Sziasztok! Eszével egy kis játékot fogunk játszani. Ezt tudját, hogy ő játszik velem. Mert mint, hogy ő fog megszivatni engem. De nem, ez nem szivatás. Nem tudom még, mi lesz a címe. Filmes találós kérdések? Valami ilyesmi biztos. Na mindegy. Nem eredeti? Hát, adj neki jobbat. Film? Ez nagyon jó. Tehát ez film. Film... A film szólt, azt már nem tudod? Oké, várjál, jönni fog. De most minek erőltetek? Érzem, hogy jönni fog valami. Jó, mindegy, addig elmondom, hogy miről van szó. Összeírtam 24 plusz 1, az első az csak próba lesz, ilyen feladványt. Ezek filmekre utalnak, illetve mesékre is, mesék is vannak benne, nem sorozatok, tehát... film és egész estés rajzfilm, hogy szokták ezeket nevezni. Szóval ilyen találós kérdés jellegű, inkább mondok egy példát, ha sokkal egyszerűbb. Például első. Piros ember cipőfűzőt lő a kezéből. Pókember. Jó, nagyon jó vagy. Jó, kellett neked a próbakérdést elmondanod a vonaton. Hát ez csak próbakérdés volt, azért mondtam el, mert az olyan egyszerűbb, sokkal nehezebbek vannak. Úristen. Nem. Magadtól ki se találnám első, szerintem. Dehogy nem, magadtól találtad ki. Igen. Jó, hát akkor ügyes vagyok valójában. Szóval ilyesmi filmes utalások, vagy filmekre utaló kifejezések vannak, és hát eszének meg ki kell találnia. Aki szeretne játszani, annak szerintem érdemes megállítani a videót mindegyik után, mert szerintem ez is szuper gyors. Mi van? Jól válogass meg a szóvét. Na, akkor lássuk. Majd valahogy jelzem, elkezdem neked írni, hogy hány pontod van, hogy hányat találsz ki. Úristen, ezek mind annyira béna vagyok. Jaj, ne és akkor, úristen, tudom, hogy emlékszem, de nem. Nem, ezek könnyűek, tehát, hogy ezeket mindet ismered, meg nagyon népszerű filmek, tehát, hogy könnyűek igazából. Sőt, az elején szerintem még egyszerűbbeket írtam, mert nekem is bele kellett rázódnom igazából. Úristen. Na, mondom. Visszaviszik beolvasztani az ékszert. Ez a gyűrűk ura. Igen! Igen. Figyelj. Környezetvédő kék emberek. Környezetvédő kék emberek. Basszus, mi? Várjál. Jó, ne görcsölj rá, nyugi. Környezetvédő kék emberek. Igen. Várja, semmi se jut ilyen eszembe. Hupi kék, törvi kék. Nem, de egyébként mondhattam volna azt, ez is jó megközelítés. Földkapitánya vagy? Bolygókapitánya vagy? Hogy hívták ezt a mesét? Várja, tényleg az is kék volt. Nem. De és az ráadásul sorozat volt. Ja, bocsánat. Hát, ha segíthetnék, de akkor szerintem csak fél pontot fogsz kapni, ha segítek. Okay. Na, tehát, hogy a kék emberek. Ez így megvan, arról szerintem nem sok film teszed be a kék emberekről. Semennyi se. Nem van, ne csináld már. De tényleg. De már csak ennyi, hogy kék... Fantasztikus 4-es. Nem. Azok is olyan kékbe voltak, nem? Mert szerintem sokak emiatt azonnal kifogják tán, hogy jó, kék emberek. Na persze, és akkor kapom majd itt a komment szekció, hogy olyan béna vagy, mi ezt csak tűnt, tudtuk. Így van egyébként. A másik súgó meg az, hogy miért van ennyire kiemelve a környezet. Valahogy másképp segítse, ez nem jó segítség. Nem tudom még, hogy segítsek, de igazából magadtól kéne, tehát. Hát igen. Ezek ilyen szuperhősök, meg a nem? Nem. És nem is szuperhősök. Passzus, az úgy nehéz. Hát passz, nem tudom, menjünk tovább. Ja, nem érdekel, hogy mi volt? De. Avatar. Ó, basz, ez nem is passzol. De hogy ne passzolna? Mármint hát
Tehát nyilván ki van forgatva valamennyire. Értelemben csak. És ezek voltak a könnyűek? Hát szerintem könnyű. Na, a következő az csak-csak, figyelj. Elszabadult őscsirkék. Ez a Jurassic Park. Igen! Ez jó, ez kettő. Szerintem írom valahogy, a bukásokat nem kell tudom, hogy 24-ben összesen majd kivonom. Ez jó. Okay, de nem biztos, hogy kitalálod, de szerintem kreatív. Figyelj. Szerelmes szemetes. Wall-E. Igen, beszarok. A másikban jó vagyok. Na, figyelj. Hú, hát ez egy kicsit kiteker, de azért jó. Nem annyira, mint a természetvédő kék emberek. Akkor... Az is jó. Autós történelem pusztítók. Verdák? Dehogy is! Ott hol pusztítják a történelmet? Tudom már, vissza a jövőbe. Igen. Ah. Ez igen, de csak egyet rontottál. Igen, mert az rossz kérdés volt. Na erre kíváncsi, hogy kitalálod, de ez tényleg kicsit kitekert. Figyelj, zöld színű hagyma ember. Shrek. Igen. Ahhoz képest egész gyors volt. Szerintem ezt nem fogod. Nem tudom, hát nem tudom, csak úgy... Jó, nem baj, mondj, lökjed, na. Nem. Hallgatlak. Bundásító varázssüti. Harry Potter. Nem. Nem. De itt hol van olyan, várja? Macska, amikor macskába változik a Hermione. Ja, nem rossz, de nagyobb jellegzetességek vettem a filmekből. Azek csak egy jelenet bele. Bundás. Hát ez egy elég viccesen hangzik. Vicces. Hát tényleg nem sok minden jut eszembe, akkor kérek segítséget. Ki mondta, hogy ki mondta, hogy kérhet segítséget? Hát a másiknál volt egy fél pont. Hogy legyen kis önbizalmad, de... Ja, ugye az egész szinte az, hogy kitaláltam utána négyet. Hát aztán belejöttél, ahogy ma. Ja, csak a megszint. Hát igazából mindent leírt, tehát, hogy igen, ezért gondolt a Hermione-ra is, igen, de van egy másik történet, amiben jellegzetesebb ez a dolog nyilván. Nem ugrik be semmi, akkor passz, menjünk tovább. Merida. Júj, tényleg. Jó vagyok a mesékben. Én pont ezt akartam mondani, és előbb itt nagyban elhencegtem el, hogy annyira jó vagyok benne, de nem. Oké. Ez megint csak kreatív, de nem vagyok benne biztos, hogy kitalálod, de csak. Oké. Ne üsd magad. Ne üsd magad. Ennyi, ne üsd magad. Nem tudom, csak olyasmi jut eszembe, de nem filmcím, csak ilyen, mint filmjelenet, hogy beleköltözik valaki a másik testébe, és átveszi felette az irányítást. De úgy letom az arcod, hogy az össze van. Nem tudom, menjünk tovább, akkor nem tudom. Ezt gyorsan feladtad. Hát mert haladjunk aztán. Ja, nem kell sietni. Meg lesz vágva, tudod. És úgy fog tűnni, milyen gyorsan kitaláltam mindent. Igen. Milyen gyorsan fogtam. Nyilván olyanra utal, hogy magát üti. Igen, gondoltam. De ki üti magát? Hulk. Nem. Miért ütném magát? Valami... Látom, ez se segít. Annyit is írhattam volna, hogy magát üti. Nem, pedig elég jellegzetes, aztán majd fogni fogod a fejet, nem jutott eszedbe. Oké. Okay. Megint mese lesz. Az lesz a vicces az egész, hogy megint valami mese lesz, és... Nem, ez most nem mese. Harcosok klubja. Basszus! Mármint, hogy azt a... Ez komoly, ez tényleg, ez semmire, vagy nem gondoltam rá, pedig tényleg ez van. Ez nehéz. Nehéz? Igen, mert a mesé után hirtelen harcosok klubja. Jaj már. Pajzsos harcos. Az Amerika kapitány. Hát igen, szerintem sem volt nehéz. Már 6 pontod van. Igen, fie. Erotikus sütemény. Erotikus sütemény? Erotikus sütemény. Igazából mindent elmond ez a... Jó, ez olyan, mint a ne üsd magad is mindent elmond valójában. Csak... Igen, pontosan. Csak nem gondolsz rá, és akkor nem arra a cicál, vagy az cicál. Azt, hogy cicálsz. Igen. Szerintem ez is olyan, mint hogy azt mondod valaki, vagy ezt a kifejezést mondod, hogy kék emberek, akkor ugye automatikusan sok embernek az avatár jut eszébe. Jó, de én elég másképp gondolkodok, mint sok ember. Na jó, mindegy, akkor elmondom, de szerintem ezt is... Ez is ilyen asztalérzés lesz benne. igen, ez is ilyen asztalérzés lesz. Oké. Okay. Amerikai pite. Hát ezt nagyon régen láttam, sajnos. Hát és akkor mi van? Aztán következő. Oké. Okay. Sikolygyűjtők. Szörnyertél, nem? Igen.
Szeretem azt a mesét. A legrosszabb jégtörő. A legrosszabb. A legrosszabb. Ez van vígjáték? Nem. De az a baj, hogy most ilyen nagyon elvontan jut eszembe. De... Mi? Mi? Most a Titanic? És igen. A legrosszabb jégtörő a Titanic? Igen. Na mindegy. Csak hát mert elsüllyedt. Mondjuk hát persze nyilván az benne a poén, hogy nem is jégtörő hajó volt. Te jó Isten! Mi van? Ez nagyon rossz volt. Te mondod, akinek nem jutott eszébe a harcosok klubja? Ez szerintem könnyű. Jó, okay. Szóval ezek után muszáj kitalálni. Ezt után megcsapnak, hogyha nem jó. Vagy nem könnyű. Túl sok ebb. 101 kis kutya. Igen. Aztán. Ez, na, ez viszont egy kicsit elvontabb. Mikulás 2. Télapú 2? Igen. Nem. Télapú. Igen. Nem volt mit nézni a tévében gyerekként, csak ezt az volt. Miért? Reszkesetekbe török nem volt? Úgy, az volt a másik ilyen, hogy állandóan minden évben kétszer láttam. Na, ez szerintem, megint könnyű. Igen. Figyelj. Lézer szabja szamurájok. Ezek most a Jedik. Nem itt, hogy a Star Wars. Igen. Ah, várjál, elkezdett vágni az agyam. Hajjaj. Na, ez viszont nem hiszem, pedig kreatív. Figyelj. What? VR szökevények. Drón. Nem. VR szökevények. Igen, mint ugye Matrix. Virtuális... Igen, behalok. Na, a következőre kíváncsi leszek. Utca origami. Izé, eredet. Igen. Abba volt egy ilyen rész. Ez nagyon látványos volt. Na Isten, ezt nem is tudom, minek írtam. Cica herceg. Ja, ez a kacor király, nem? Nem. Cica herceg. Uh-huh. Oroszlán király. Igen. Kezdesz belendülni. Hát, előbb-utóbb csak rá az anya. Na ezen rögnék ezt kitalálni, ez egy kicsit tényleg kiforgatott. Ez ilyen... Igen. A bohóc és az emó. Bohóc és az emó? Szó szerint. A Freddy vs... Hogy hívják? Jason. Freddy vs. Jason, és melyik az emó, és melyik a bohóc? Hát talán a Freddy a bohóc, az emó meg a Jason. Mondjuk van benne valami, mert Freddy folyton röhög. A Jason meg ugye... Hát ő elég tepi. Igen, a anyukája miatt. Nem is tudom, hogy... Hogy is volt, hogy a... Anyukájával volt valami kapcsolata. Hát az anyját bosszút értem, mert megfojtották gyerekként. Hogy belefulladt a tóba. Jaj, hogy a gyerekek kigúnyolták, igen. És aztán megölték az anyját, és akkor utána ő átbosszút az anyját. Szóval ötletes, de nem. Pedig ez annyira jó ötlet volt, én is nem tettem magamat. Egyébként ennél sokkal nyilvánvalóbb. Aha, akkor ezért nem fog eszembe jutni. Nem ennyire kicsit kitekert, igen, nyilván, az a cél, de azért nem ennyire, mint a Freddy vs. Jason. Ez már kicsit túlzás lett volna. Hát nem tudom, így nem is jut eszembe semmi konkrétan. Ez Gian csak így szólsz hozzá, ez a Batman. De rossz! Mármint, hogy ez tök jó, csak olyan nem kitalálható, vagy hogy mondjam. Hát neked nem kitalálható, pontosabban mondva. Igen. Na, a következő, figyelj. Igen. Tengeri állatkeresés. Izének a nyomába, hogy hívják ezt a halat? A, nem Elmo, hanem Némo nyomában. Igen. Ja, hát ez könnyű lesz. Nem is mondom, inkább túl könnyű. Azért hagyd legyen már, ez pontom lehet. Igen. A betörő-törő. Ez a bizé, reszkeshetek betörők. Igen. Négy zsebtelep plusz egy. Négy zsebtelep? Plusz egy. Plusz egy. Uh-huh. De négy meg egy az öt. Akkor ebből... Wow. Négy zsebtelep. És a három muskétás jutott eszembe, de nem. Az hogy? Fogalmam sincs, de beugrott róla. Hát egyébként csak azt kell kimondani magadban, hogy mi az a zsebtelep. Más néven. Elem. Igen, az elem. Ez a bolygókapitánya, nem? Neked bolygókapitánya mániád van? Ott volt ilyen föld, tűz, víz, levegő, és akkor az utolsó elem a szeretet, vagy mi volt? Ja, hallod, ez jó, ez tök jó lenne, de nem, ennél egyszerűbb. Az a baj, nekem jó, hát aztán persze nem bonyolultat keresel, de ennél fokkal egyszerűbb. Már majdnem, hogy ki is mondtad. Láttam ezt a filmet? Hogyne. Mindenki látta ezt a filmet. Úristen, és beégek, mert nem tudom. Jaj már! Ugye, amit mondtál, négy elem meg egyből nem jut eszedbe semmi.
Nem. Hát akkor röhög. Bolygó kapitány jut eszembe. A bolygó kapitánya, igen. De hát akkor röhögni fogsz. Galaxis őrzői. Még az is van. Nem. Nagyon nem. Nagyon nem. Ötödik elem. Basszus! Basszus! Azt tudom. Pedig ez tényleg könnyű volt. Mármit, hogy... Hát ennyi. Te hülye vagyok. Ezt a reszkesetek betörőkért. Ha csinálok még egy ilyen sorozatot, akkor tuti benne lesz a bolygó kapitánya. Ezt nem fogom kitalálni. Ja, az majd mondjuk a sorozatokról fog szólni. Oké. Okay. Ja, igen, tényleg megint elsütötted. Meg eszembe sütött, hogy a sorozat, mert egyszer mondtam a sorozat. Igen. Na, következő. Szerintem ez könnyű. Éles ujjak. Freddy, mert mint hogy a álmutca. Rémálom az álmutcában. Akkor nem. Onnan kellett volna meg. De ötletes, de onnan kellett megfogni. Arra is flippel. Igen, többre is ráérdik, ez jó. Hát, de nem kapsz érte bónuszpontot. Nincs ilyen a játékban. Kitalálod, vagy nem. Pedig jók. Nem. Pedig az is jó. De egyébként pont ezt mondtam az utolsóra is, vagy értem, mondani fogom, hogy az is többre ráérik. Azt már előre láttam, hogy többre rá fog passzolni. Se nem Freddy, se nem farkas. Menj tovább. Tudom, valami vampír? Nem. Kocka, vagy hogy hívják azt a Hellraiser. És a Hellraiserben hol volt? Nem volt ilyen, hogy széttépték őket ilyen éles fújjak. Nem tudom. Macskanő. Nem. Pedig azt hittem, hogy ez is úgy adja magát. Mert hogy... Hát kettő adta is. Hogy ez is olyan, hogy szerintem sokan elsőre erre gondolnának. Legalábbis én biztos. Hát jó, te biztosan. Nem is ugrik be róla más. Izé, még ollókezű Edward. Az. Tényleg? Na. Igen. Legalábbis én arra gondoltam. De mondom, ez igen, ez is többre ráillett. Sajnos az utolsó is ilyen, de viszont a megadási népszerű film, szóval szerintem nem lesz vele gond. Figyelj, Mentalisták Egyeteme. X-Men. Igen, erre gondoltam én is, de nem. Nem. Volt az a másik film, az a Sólyom asszony, akármilyen gyerekei. Harry Potter. Az. Igen. Viszont nem mentalisták, de. Igen, tudod, nem szó szerint vannak itt véve, hanem kicsit át vannak forgatva. Azt jelent a varázsa maga mentalista. Most hiába rugózol rajta, tudod, hogy ez volt a feladványok lényeg, hogy nem szó szerint ugyanaz van. Miért nem mindjárt a film címét mondtam, nem? Na, hát akkor úgy néz ki, hogy 18 pontot gyűjtött össze 24-ben, úgyhogy ma nem kapsz vacsorát. Nem kapok vacsorát. Ja, nem mondtam, hát 20 pont kell a vacsorához. És főzöl egyébként? Vagy ha elértem volna a 20-ot, akkor most kijelentett, hogy akkor főztél volna? Hát tudom, lehet, hogy igen. Szóval akkor nem is kell. Na, szép. Szóval ez volt a nem tudom milyen találós, filmtalálós kérdések, filmes találós kérdések, valami ilyesmi. Azt ígérted, hogy kitalálsz egy címet. Film. Jó, hagyjuk, igen, látom, nem találták ki. Akár egy remek utazójáték. Lehet, hogy is nem kell hozzá semmi, ugye, csak két agy. Ja, és egyébként lehet játszani bármivel, nyilván nem csak filmekkel, sorozatokkal, játékokkal, zenével, vagy akár hétköznapi tárgyakkal, vagy élőlényekkel, állatokkal, egy állatot kell kitalálni, vagy egy szakmát kell kitalálni. Jó játékot, és szívesen. Hát ki? Én találtam ki. Nem tudom, létezett-e ilyen, de én kitaláltam. Sonda gyanúm, hogy egyébként ez valami létező dolog. Nem tudom, én még nem találkoztam vele, úgyhogy ki kellett találnom. Szóval jó szórakozás, majd írjátok meg a saját vicces játékkal kapcsolatos történeteket, meg lájkoljatok, és osszátok meg, és iratkozzatok fel, és imádjatok. Atya úr. Mi van? Ezt kell mondani a videó végén. Hát nem tudom, soha nem mondok ki a videó végén. Azért van kevés feliratkozó. Azért nem jön senki. Sziasztok. Sziasztok. Tudok mondani rém történeteket rólad meg a konyháról. Nem bírtam összetörni a tésztát, és az egész a földön landolt. Ja, hát leesett. Nagy cusz. Naponta lejtesz dolgokat. Ez olyan de nagy dolog. De így a kezedbe fogtad, és ahogy törted össze, azt értettem, hogy lehet, hogy összetörni. De mindig, ahogy törted össze, hogy valahogy így kipogyogod az egész a kezedből. Életemben először csináltam zacskós levest.